Engedjük a fenevadakat. Négy kis fehér tigrisünk született ezelőtt 5 héttel. Nagyon nagy kincs ez nekünk, ugye ebben van egy hófehér, a Mohini, akit nagyon óvunk és védünk a minden kis szélfújástól. Aztán a kezemben van egy kicsi Begum, és van Jasmina, és van a Tippu. Úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a szaporulatnak. Szerettük volna, ha mama neveli, és Tippu volt az utolsó, akit ott hagytunk a mamánál. 3 napig ő nem evett, nem ivott, sőt hurcolázta a mama, és elég rossz állapotban sikerült már kivenni, és 2 hétig kezeltük hasmenéssel. És hát igazából a névkiosztásnál is így működött a dolog, ugye kapott a 3 erős tigris 3 erős nevet, és hát kapott egy borral a való nevet a Tippuka, tehát a Tippunak a jelentés az borral való. Gyönyörű kék szemmel születnek, és ezt életük végéig hordozzák, vagy ha hordozzák, hát életük végéig kék marad a szem. Ugye az oroszlánok is nagyjából a fehérek kék szemmel születnek, de őnekik besárgul a szemük. Táplálékul most pillanatnyilag tejpotót átszertesznek, és hogy mennyire meglepő, már 3-4 hetesen eszik a húst. Megkóstolják, és már 3 hónaposan például a csontos húst képesek megenni. Ugye csirkéről beszélünk, a csirkét azt nagyon könnyen elrágják, és a 3-4 hónapos tigriseknek, oroszlánoknak már a fő táplálék a hús. Több állatkert is érdeklődött értük, bár nagyon sajnáljuk őket, mert hogy ez nekünk tényleg egy nagy kincs, de lehet, hogy Belgium, lehet, hogy Németország, lehet, hogy Szlovákia, meglátjuk, hogy hol tudunk valami jó csereállatot kialkudni. Ő Sakira, ugye ő most 3 éves már elmúlt, és ő a kicsiknek az anyukája. Apukát nem látjuk, mert egy kicsit morcos volt, úgyhogy őt most nem bolygatjuk föl, de az a lényeg, hogy most igazából az várható, hogy most pihen egy fél évet, és akkor utána újból párosodnak, és akkor lesz kicsi. Fehér tigrisek azok nagyon érdekes, hogy egyetlen egy hintől származik az összes fehér tigris a világon. Ugye Mohan volt az első 1951-ben, akit megtaláltak, és ezt kezdte el egy maharadzsa tenyészteni. Akkor 1955-ben születtek az első tigrisek, és attól az egytől származik az összes ma föllelehető 251-ed a Földön. Mohant elkezdték tenyészteni, akkor ugye sárgával tenyésztették, mert nem volt másik fehér. És nagyon érdekes, hogy ugye a sárgában nem volt ez a recesszív allél, viszont a fehérben meg volt a kettő, és ahogy születtek a kicsik, a sárga elvett belőle, viszont a 4 éves elsőszülött lányával párosították Mohant, akkor ugye az elsőszülött lányban volt egy recesszív allél, majd volt 2 ugye Mohantba, és az utódokban viszont a 2 megmaradt mindbe, és így jöttek a fehér szín. A hótigris az tényleg arról különleges, hogy nagyon kevés van belőle, és teljesen fehér. Ez a 4 pöttye fején ez mindegyiknek megtalálható. Nagyon kevés él a világon. Én olvastam olyan tanulmányt, ami 50-ről ír, tehát 50-nél kevesebb egyedről ír. Olvastam olyat, ami csak néhány egyedről ír. Ugye a bengáli tigrisekre jellemző ez a színváltozat. Ugye szibériai tigrisből nincsen, szumátraiból nincs ilyen szín. Mivel az állatkerti körülmények között élnek csak ezek, igazából a beltenyészet iszonyatosan nagy, mert ugye Mohantól származik az összes föllelehető fehér tigris, nagyon vigyázni kéne rájuk. Tehát amikor születik nagymacskakölyök, akkor az én véleményem az, hogyha nem neveli a mama, akkor azonnal elválasztani és fölnevelni, mert ez egy kincs. Ugyanúgy, mint ahogy a kondorkesejük voltak annak idején, hogy majdnem kihaltak, vagy éppen az orszarvukra, ahogy beszélünk. Tehát ha felfedezzük azt, hogy ők, nekik csökken a számuk és nem fölfelé szaporodik, akkor szerintem nagy odafigyeléssel meg lehet őrizni a jövőnek.